Hello my friendek! Hogy vagyunk? Hogy vagyunk? Itt van ebben a videóban velem ismételten Csapalaka Markó! Hello! Sziasztok! A mai videóban az internetes zaklatásról lesz szó, más néven a cyberbullyingról, ugyanis a Telekomnak az új kampányában arra hívják fel a figyelmet, hogy minden ember felelősen használja az internetet, és próbáljuk meg kihozni az internetből a legjobb dolgokat, ami ugye alapvetően az internetnek a lényege lenne, az információs szerzés, a kreativitás, az, hogy te mennyire vagy kreatív, és hogy lényegében arra használjuk az internetet, amire alapvetően létre lett hozva. Igen, mert mostanában úgy érezzük, hogy nagyon-nagyon sok negatív van a neten. Tehát, hogy én csak néha nézek, hogy mi történik, hogy nagyon fiatal gyerekek, tinédzserek, fiatal felnőttek egymást, hát ugye zaklatják az interneten, és nem is értem, hogy ez miért jött létre, de most ezt fogjuk pontolgatni, hogy milyen jelenségeket látunk mi, és hogy ti ezt hogyan tudjátok kivédeni. Négy olyan témát dolgoz fel a Telekomnak az új kampánya, ami az internet problémái közé sorolható. Ezek közül én az internetes zaklatást kaptam, Marion viszont a like függőséget, úgyhogy hogyha érdekel titeket az a téma, akkor nyugodtan menjetek át az ő csatornájára, hiszen az ő csatornáján közösen azt a témát boncolgatjuk. Első körben szeretnék felolvasni én és Csarcsó egy pár olyan kommentet, amit nem régiben kaptam. Fú, hát én amúgy izgulok nagyon, mert basszus, én ugye ezekről a kommentekről én nem tudok, és fogalmam sincs, hogy a kislányom, a legjobb barátnőm milyen kommenteket kap, és hogy lehet, hogy nagyon ki leszek tőle bukva. Szégyed magad, te disznó, fogyjál le, hogy van pofád itt zabálni 200 kilósan? Hallod, Barbie, te miért vagy ilyen ordas dagadt? Ha nem akarod, hogy mondják, akkor ne legyél dagadt. Nyugi, te egyáltalán nem vagy molett, te csak dagadt vagy, nem értem miért sírsz, fogy le. Jaj, de dagadt vagy, Barbie, fúj, mindenki diszlájkolja. Olyan a idegesítő vagy, meg. Jól cenzúráztam saját magamat? Igen. Hát gondoltam, ne fáradj vele. De amúgy tudok némi tanításra, szóval de nem baj, saját magamat elnémítottam. Ez csak pár olyan komment, amit a napokban kaptam. Én már jól kezelem ezeket a kommenteket, hiszen én már hozzászoktam, viszont nekem is volt egy olyan időszak az életemben, amikor nagyon mélyen érintettek ezek a dolgok, és egy olyan állapotba kerültem, amiben lehet, hogy magamtól soha nem kerültem volna be, hogyha nem kapok ennyi ilyen kommentet fiatalon. Hát meg az se normális szerintem, hogy nekünk, vagy bárki, mert én is szoktam ilyeneket kapni, szóval aki kap ilyeneket, az nem normális, hogy azoknak kell alkalmazkodni meg, hogy ó, én már megszoktam, tehát hogy pont arra törekszünk, ez a videó is azért jön létre, hogy ne legyen több olyan ember, akit csak legyint, hogy ó, én már megszoktam, hanem alapból csak keresztül tüntessük el a problémát, hogy alapból ne szülessenek ilyen kommentek, vagy legalábbis valamennyire csökkentsük ezeket. Igen. Szerintem azért azt letisztázhatjuk, hogy ez a videó úgy nagyjából a tini korosztálynak van címezve. Tehát alapvetően náluk érzékelhető az, hogy olyan brutális szinten megnőtt az internetes zaklatás, hiszen ugye ők már ebben nőnek fel, hogy egyszerűen elképesztő, hogy mik mennek. És szerintem nagyon fontos, mert mi egyébként most szeretnénk nektek tippeket adni, és én nekem az első tippem az talán az lenne, hogy fiatalon, tényleg én azt érzem, hogy körülbelül ilyen 16 éves korig azért ne legyet, tehát hogy ne osszatok meg az életetekről mindent, mert az a legnagyobb probléma, hogy annyi mindent megosztanak a tinik magukról, hogy még akár a közvetlen közelükben lévő emberek is már annyira érzik magukon azt, hogy beleszólhatnak ugye az életükbe, azáltal, hogy kb. Mindent tudnak róluk. Azt is mindig tudják, hogy hol vannak, mert mindig kiteszik az Insta story-t. Azt is tudják, hogy hova mennek nyaralni, hol laknak. Igen, és ez alapvetően is nagyon veszélyes. De én azt gondolom, ameddig nem vagytok egy olyan lelkiállapotban, addig szerintem nem szabadna kitennetek mindent az internetre, mert azzal, hogy kitesztek dolgokat az internetre, azt is vonza magával, hogy egyszerűen jönni fognak a rossz indulatú kommentek. Igen, és nem csak tudatában kell lennie, hogy oké, én elkezdek képeket feltölteni Instára és YouTube-ra, de tudom, hogy lesznek negatívak. Nem, az egy dolog, hogy ezzel tisztában vagy, de amit tényleg a Barbie is mondott, hogy kell egy olyan önbizalom hozzá, hogy tényleg tudod azt, hogy nem fog érdekelni, hogyha negatívat kapsz. De, mint mondtam, az lenne a fontos, hogyha alapból nem írnának. Tehát, hogy elsősorban azokhoz szólunk, akik bármikor is írtak ilyesmit, hogy miért? Másrészt, how dare you?
Igen, tehát hogy mindig el kell azon gondolkozni, hogy te mit éreznél, ha ilyeneket kapnál, és ugyanúgy bánj mással, ahogy te szeretnéd, hogy veled bánjanak. Szóval éld az életed, szeresd az embereket körülötted, és hogyha valakivel nem szimpatizálsz, azt nem kell neked leírni. Tehát, hogyha mondjuk problémád van a mi tartalmunkkal, szívesen várjuk a pozitív, vagy építő kritikát. Igen. Viszont azzal, hogy leírod, hogy most szerinted a Barbie dagadt, vagy hogy én, mit tudom én, idegesítő vagyok, azzal nem történik semmi, csak lehet, semmi más változ minket. Persze nem vagyunk álszentek, és tudjuk, hogy innentől kezdve is fogjátok használni az internetet. Abszolút nem arról van szó, hogy egyáltalán ne használjátok, hanem arról van szó, hogy minden rosszat fordítsatok valami kreatívra, vagy jóra. Uh-huh. Ugyanis az internetek tényleg valójában ez a lényege, hogy magatokat megmutassátok, de nem az életetek ezt, hanem azt, hogy miben vagytok jók, miben vagytok elég kreatívak, hogy ti mit csináltok. De persze ez nagyon egyszerűen át tud fordulni egy ilyen magánéleti dologba is simán, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Igen, meg azt tényleg, hogyha látjátok ezt bárhogy az interneten, akkor ezzel ellen lépjetek fel, hogyha látjátok, hogy valaki igazságtalan, akkor védjétek meg, akár kommentekben, akár bárhol, vegyétek fel vele a kapcsolatot, lehet, hogy tök jóban lesztek. Igen. És tényleg ez, hogy kreatívak legyetek, hogy mondjuk, hogyha valaki bánt titeket, és ment interneten kaptok negatív kommenteket mondjuk, vagy leveleket, akkor ezt tényleg mondjuk lehet belőle csinálni, akár egy kis filmet, amivel kiadod magadból a frusztrációdat? Nehéz szó. Szóval, amivel kiadod magadból az ilyen depis érzéseket, és egy tök kreatív dolgot csinálsz, ami esetleg segít olyan embereknek, akik hasonló helyzetben vannak, mint te. Tehát ilyesmire gondolunk. De mondjuk nem is kell ennyire messzire menni, hogyha esetleg nem érzitek magatokban ezt a dolgot, amit mondjuk a Maria mondott. Egyszerűen lehet egy olyat is csinálni, hogy tiltás vagy jelentés. Abszolút. Az internetes zaklatásnak azért elég sok oldala van, és ebből felírtunk egy párat, úgyhogy ezekről fogunk egy picit beszélni, vagy személyes tapasztalatból, vagy körülöttünk lévő emberek tapasztalataiból, mert láttuk, hogy mi történik, és ilyesmi. Az első az az identitás lopás, ami magyarra lefordítva egész egyszerűen azt jelenti, hogy vagy feltörik a Facebook, Instagram vagy YouTube profilodat, és a nevedben írkálnak ki dolgokat, vagy tesznek ki képeket, vagy személyes üzeneteket írnak másoknak. Ez egy nagyon-nagyon szívás dolog. Velem csináltak már ezt egyszer. Én pont akkor voltam 14 éves, ami azt jelenti, hogy pont abban a korban voltam, akiknek most szálljuk ezt a videót. Kvázi beléptek a Facebookomba, nem tudom, hogy honnan tudták meg a jelszavamat, és akkor a nevemben írogattak embereknek, de ilyen full baromságokat egyébként. Most már a mai világban ugye létezik a két lépcsős bejelentkezés, hogyha jól tudom, már majdnem minden platformon van. Igen. E-mailen is van most már. Azt mindenképpen ajánlanám, hogy állítsátok be, és akkor lényegében majd, hogy nem lehetetlen lesz belépni a fiókotokba, hogyha nem mondjátok el senkinek a jelszót. De azt mondjuk el, hogy mi, mert szerintem egyébként nagyon sokan nem használják. Most inkább igen, az ilyen híresebb embereknél, youtubereknél, celebeknél lett nagyon népszerű dolog, igen, de mondjuk lehet, hogy egy sima, vagy hogy mondjam, egy tini csajszín, mondjuk fogalma sincs, hogy létezik ilyen. Igen. Tehát ugye a két lépcsős az azt jelenti, hogy nem csak beírod a jelszót, hanem hogyha esetleg valaki tudja a jelszót és beírja, akkor utána még... Tehát, hogy küld egy... Utána még kapsz egy SMS-t. Igen. Igen. Amiben van egy kód, és azt a kódot be kell írni. És velünk volt meg Klauval is, meg azt hiszem velem is, hogy kaptunk ilyen kódot. Tényleg? Veled még nem volt? Nem. Igen, hogy kaptunk ilyen kódot, és fogalmam sincs, hogy így a jelszó. Tehát ugye már vannak olyan hacker programok, elvileg tök egyszerű, nekem mindig azt mondja a Klau, hogy nem olyan nehéz feltörni egy ilyen Facebook oldalt. Viszont már ezzel nem tudom, hogy tényleg lehet, tehát azt már nem hinném, hogy fel tudják törni, hogy még azt a kódot is, ez a körülbelül hat. Igen, mert az a saját telefonodra jön, igen. Igen, úgyhogy hogy mindenki állítsa be, nézzétek meg ott a beállításoknál, Facebookon, Instagramon, e-mailen. Még akkor is, hogyha azt gondoljátok, hogy soha nem fog ilyen veletek történni, mert nekem például a Facebookon nem volt beállítva, és egyszer ki is zártak a fiókomból. De ez most volt nemrég, nem? Igen. Ja.
Igen, úgyhogy mindenképpen ezt ajánljuk, hogy ne tudjanak belépni. Mert nem csak arról van szó, hogy ott ellopják az identitásodat, a személyiségedet, és hát a nevet beírogatnak, hanem tényleg ott van az összes beszélgetés. Visszamenőleg, amióta megvan a Facebook, minden egyes beszélgetés meg tudnak nézni. Kvázi, kapcsoljátok be gyorsan. És most mindenki állítja, hogy a kapcsolatban. És akkor a következő ilyen a kamu profil gyártása, amit végül is az előbb ugye említettem is, és hát ilyen már mind a kettőnkkel volt, ugye nagyon sok videósról csinálnak olyan profilokat, hogy nem fanoldalak is vannak, de most azokra gondolunk, amik konkrétan tényleg elhitetik az emberekkel, hogy, hogy azok mi vagyunk. Én is kaptam jó pár olyan képet, illetve hát szerintem a Marianne is, hogy csináltak rólunk TikTok oldalt. De konkrétan úgy, hogy az én nevem az kb. Majdnem, hogy teljesen ugyanaz, mint a saját TikTokomon. A Mariannak pedig nincsen nincs. TikTokja. És akkor gondolták, hogy hát miért nincsen, hát akkor csinálunk neki. Mert hogy ugye én amikor nagy TikTok lázba égtem, akkor egyik ilyen szép kis esténken akkor csinált egy TikTokot. És azt az egy videót feltöltötték a csatornájára. De azóta már van ott összesen vagy négy, mert láttam, hogy küldtek nekem screenshotot, de én nem tudom megnézni a Cloud TikTokjáról, mert ez az illető a Cloud letiltotta, úgyhogy én meg se tudom nézni, hogy mi van ott, de én kétszer is kiraktam, hogy még mindig nem én vagyok, jelentsétek. Igen. Most jelenleg nem tudom, hogy hol áll a dolog, hogy létezik-e. Hát nekem is egyébként nagyon sokan küldték, és én is kitettem, hogy jelentsék, és meg hogy tiltsák, és nekem se törlődött le az a profil, és nekem még a mai napig ugye ott van az a kamu profil, akiről amúgy nem is tudjuk, hogy kicsoda, és egyszer csak kitalálta, hogy ő most csinál egy ilyen oldalt, és akkor meg is csinálta. Tehát ez nagyon gáz, és ugye hát gondolom, hogy azért elég sokan jelentették, hiszen azért van egy csomó olyan nézőnk, aki nyilván gondolom, hogy oda ment az oldalra és letiltotta. Igen. És még nem tűntek el, úgyhogy ez egy érdekes téma így a TikTokon. Én azt nem értem, hogy miért csinálják, tehát csak az jut eszembe, amit majd boncolgatni fogunk az én videómban, ugye a like függőség, mert az én TikTok oldalomon... De hát miért? Nem is ő. Tehát, hogy amit rólam csináltak, ott láttam a screenshotokon, hogy van azt hiszem ilyen 60 ezer like is az egyiken, meg vagy 10 ezer követés, és úgy, hogy nem én vagyok. És amúgy köszi. Lájkoljátok, az jól esik, hogyha csinálnék, akkor ilyen cukik lennétek, de hogy neki biztos ilyen jó érzés, hogy mennyit ért el az arcommal és a nevemmel, csak nem értem, csak hogy ez miért. Igen, tehát, hogy most ez a suliban elmondja ezt, hogy de nagy Jampi szerintem vagyok képzelni. Szerintem senki nem mondja, mert de, akkor biztos, hogy kiderülne. De akkor mi ebben az értelem, tehát a lényeg? Nem, hát nem értem. Lehet egyébként, hogy ott beszélget TikTokon emberekkel így a nevedbe, meg ilyenek. Úr, Isten, erre nem is gondoltam. Hát igen, erre nagyon vigyázzatok, tehát az jelentés nagyon fontos, illetve az, hogy megint csak az jön szóba, hogy nagyon sok mindent ne osszatok meg magatokkal, mert azt bárhogy kiforgathatja bárki akkor igen. A kamu profilokon. Illetve amiről még beszéltünk a Marcsóval, az minden mondatban más. Az, hogy amit látunk a TikTokon, az rendesen ijesztő. Tehát, hogy atya, úristen, hogy ott mennyi rossz indulat van, azt én fel se tudom fogni. Nagyon durva, mi teljesen más világban élünk, mint ezek a gyerekek, akik ezt csinálják, és én nem is tudtam, hogy létezik ilyen, legalábbis nem ilyen mennyiségben, és ugye Klau mostanában kezdett el TikTokozni, és így ő napról napra így csepegtette nekem az infókat, hogy te figyelj már, van ez a lány, van ez a fiú, és nézd már meg, hogy mennyien bántják őket, milyen kommentekkel, és hogy ugye a TikTokon, hogyha készítesz egy videót mondjuk arról, hogy fú, ti kutyák, ne csináljatok ilyen, nem mondjatok nekem ilyen negatív dolgokat, akkor ugye ez a hanganyag, ez elraktározódik, igen. És ezt felhasználják ilyen... Kislányok, meg kisfiúk, de hogy olyan, hogy rossz nézni, hogy egy ilyen kislány, ilyen kisfiú ilyen szavakat ejt ki a száján. Persze. Igen, igen, igen. Tehát, hogy félelmetes. Hát meg kiparodizálnak másokat, meg tényleg mindenbe belekötnek, hogy akinek már több követője van, vagy like a TikTokon, abba akkor mindenképpen bele kell kötni. Holott jussad eszetekbe azért, hogy a TikTokot azért találták ki, hogy ez így, az valamikor, amikor elkezdődött, az egy tök kreatív oldal volt. A következő, amiről szerettünk volna beszélni, az a lejáratás. Hát igen,
ez egy durva téma. Ugye volt erre nem is olyan régen egy csomó példa, és szerintem még most is van, amikor olyan képeket tesznek ki rólad, vagy olyan dolgokat állítanak rólad, amik egyrészt, hát vagy nem igazak, vagy igazak, ez ugye mindig ilyen kétes dolog, hogy most akkor igen, vagy nem. Na most ilyenkor azért azt nagyon fontos letisztázni, hogy ez tiszta, őszinte, mély rossz indulat, aki ezt csinálja. Én nagyon nem értek vele egyet, és az a legnagyobb baj, hogy a kisgyerekek viszont felszállnak erre a vonatra, és rendesen Instagram oldalakat csinálnak, ahol kitesznek mindenféle képeket, szövegeket, sztorikat, videókat, ahogy bármiről egyébként, verekedésekről, találgatásokat, hogy mik történhettek, mi van e mögött a sztori mögött, meg e mögött a kép mögött, meg hogy miket csináltak ekkor is, hogy amúgy ez nagyon beteg. Tehát, hogy én értem, hogy mindenki kíváncsi, meg mindenki szeretne tudni mindent, mindenről és mindenkiről, mindig akkor, amikor ő akarja, de ezt azért egy kicsit visszább kéne fogni. Tehát, hogy képzétek el azt, hogyha mondjuk csinálnátok életetekben egyszer egy olyan képet, amit mondjuk a szerelmeteknek küldenétek. Érted? Érted, mire akarok kiukadni. Érted. És mondjuk képzeljétek el, hogy az a kép kikerül valahova, és akkor létrehoznak belőle több száz olyan Instagram oldalt, ahol ez a kép fent van, vagy kitesznek olyan sztorikat, hogyha meg lesz az 1000 feliratkozó, akkor elküldjük neked meg. Tehát, hogy ilyen nagyon turván beteg dolgokat csinálnak. És ez a lejáratás szerintem majdnem, hogy mindközül ez a legundorítóbb, amikor nyilvánosan megalázod a másikat, és csak azért, hogy neki rossz legyen. És az a durva, hogy ezt főleg lányokkal csinálják. Igen. Tehát, igen. Hogy azért itt is megjelenik a szexizmus, hogy bár volt egy fiú is, akivel ez történt, de igen, tehát, hogy mi erről is beszéltünk, hogy most csinálhat-e valaki mondjuk mesztelen képet, vagy igen. Sem, és mi nem fogjuk azt mondani, hogy sose csinálj, mert nők vagyunk, és azt csinálunk a testünkkel, amit akarunk, vagy bárki, bármilyen ember azt csinál a testével, amit szeretne, lefotózhatja. Viszont tényleg, hogyha már ezt megtesszük, akkor csak is olyan embernek lehet elküldeni, vagy olyan igen. Ember tudhat erről a képről, akiben 100%-osan megbízol, és tinikorban nagyon sokan olyanok vannak, hogy ezt akartam mondani, hogy a tikorosztályatokban soha nem bíznék, csak mondom. Tehát, hogy mi is voltunk tinik gyerekek, és tényleg tapasztaltuk, hogy három napig... Igen, tehát mi is tapasztaltuk, hogy három napig best friends, és hogy együtt fogunk megöregedni, mert igen, és majd a nyugdíjas otthonba. Igen, és hogy nagyon és jó barátok vagyunk. És aztán három nap múlva megkampobaszom. Igen, hogyha tényleg valakiben 100%-osan megbíztok, csak olyannal lehet ilyen képet megosztani, és ugye volt ilyen celeb is, akinek feltörték a telefonját, és hát nagyon sok ilyen celeb, és akkor kikerültek ilyen képek, és felhasználták ezeket, eladták ezeket, és ez főleg egyébként azért történt, mert ugye az iPhone-ok például össze vannak kapcsolva, nagyon sok iPhone az iCloud-dal, igen. Tehát az éterben ott van ott vannak ezek a képek, amik a telefonodon, és akkor ezt nagyon könnyen ugye meg tudják hackkelni, úgyhogy én ezt nem ajánlom, hogy az ilyen képeket be lehet biztos állítani, hogy milyen képek menjenek oda, milyen albumok, persze, hogy el tud menteni. Bocsi, hogy közbeszólok, de én alapból azt sem ajánlom, hogy ilyen képeket csináljatok. Tudom, hogy nem fogjuk tudni beszabályozni, de én például azon az állásponton vagyok, hogy soha senkinek nem fog ilyen képet csinálni, mert... Ja, én se csinálnék, én csak egyszerűen nem tudom azt mondani most mindenkinek, hogy soha ne csinálj ilyen képet. Persze, de mert... Facebookon, meg ilyen helyeken például soha eszembe se jutna elküldeni. Nem szabad. Tehát nem, eszembe se jutna ilyen alkalmazás. Tehát az már ott van, feltöltöd a neten, igen, tehát nagyon-nagyon kell vigyázni vele. És igen, ilyenek történtek, és mostanában ugye az interneten, és... valaki letagadja, valaki nem. De például olyan is volt, hogy egy videósról kiraktak egy képet, ahol csak félig látszódott valami, és odaírták, hogyha meg lesz, mit tudom én, 1000 like ezen a képen, akkor megosztom a teljes mesztelen képet erről a lány videósról, és egyébként nem is ő volt a képen, ezt tökre lehetett látni. És hogy megint ez a like dolog, tehát nagyon veszélyes. Tehát nem értem, hogy miért
most hozzátok szólok, aki ilyet csinál, hogy miért szeretnétek ebből lájkokat gyűjteni, megint az jön ki, hogy akkor csinálj valamit, tényleg saját erődből valami tök jót, kreatívat, vagy akár szelfiket is feltöltetsz magadról, tök mindegy, nekem csak ne másnak. Mindegy, mit csinálsz, csak ne áris másnak, mert ez, nem erre van az internet. Ez egyébként kicsit olyan, mint a pletykalapok. Igen. Csak átkonvertálódott az online felületre, ahol sokkal durvábban tudják ezt megtenni. Igen, mert név nélkül megteszik, és igazából nem is éreznek utána bűntudatot, hiszen senki nem tudja, hogy ő volt. Hát igen, és ez nagyon szomorú. És hogyha velem ilyen történne, hogy mondjuk, mit tudom én, még annó 7 évvel ezelőtt, 18 évesen, szóval akkor csináltam volna a páromnak egy szerelemből egy ilyen képet, és az feltörik, és most mondjuk kikerült volna, és látja több százezer ember, én bele sem merek gondolni, hogy én mit éreznék akkor, tehát lehet, hogy hamar eltűnne, nyilván jelentenék többen. Meg hát az van, hogy tudod, azért ezek olyan dolgok, hogy mit tudom én egy óráig nagyon fel vannak kapva, aztán eltűnik, de hogy azért mégiscsak érted benned egy olyan nyomot hagyna, hogy így örökké benned lenne, hogy ez a szégyen, hogy... Egyébként ez bűncselekmény, tehát azt tudjátok, hogy feljelenthetnek titeket attól függetlenül, hogy gyerekek vagytok, még kaphattok érte büntetést, úgyhogy úgy posztolgassatok ilyeneket. És igen, ez a másik, hogy gondoljatok bele abból, hogy a másiknak ez milyen trauma. Tehát, hogy mit szólnál, hogyha te, aki ezt a képet feltöltöd, a te testedről töltenének fel valamit. Igen. Vagy egy olyan képet, ami nem te vagy, de mindenki azt hiszi, hogy te vagy rajta. És akkor erre pedig jön általában az a válasz, hogy jó, de én soha nem csinálnék ilyen képet. És akkor ennek a fele amúgy igaz, a másik fele meg már rég csinált ilyet, csak örül, hogy nem került ki. Fent van a YouTube-on 2 olyan videó is, amit meg tudtak nézni a témával kapcsolatban, azt a Telekom csinálta nektek. És az egyik egy ilyen galéria, ilyen kiállítás-szerű videó lett, az nagyon jó, ilyen interaktív, mindenképp nézzétek meg, az nagyon izgi volt, mi végén pörgettük. Úgyhogy azt még mindenképpen nézzétek meg. Utolszóként még azt szeretnék nektek elmondani, hogy tudjuk, hogy korlátlanul megtehettek bármit az interneten, de hogyha kérhetünk tőletek egy dolgot, és ezt fogadjátok meg, akkor ezt kérünk titeket, hogy értelmesen tegyétek, és próbáljátok pozitívan ezt felhasználni. Igen. Szóval arra kérünk titeket, hogy minden haszontalan dolog helyett inkább valami hasznosat tegyetek. Köszönjük szépen a figyelmet, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!